Szabadka város 2023-tól 2032-ig terjedő fejlesztési terve, annak kidolgozásának elindítása is napirenden szerepelt a VKT ülésén. A fejlesztési terv a város fejlődése szempontjából fontos területeket foglalja magába. Ide tartozik a környezetvédelem, a gazdasági és a szociális kérdések, valamint az infrastruktúra fejlesztése. Mezőgazdasági kérdésekről is döntöttek a tanács tagjai. A város mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának megvalósítását szolgáló 2022-es évi intézkedési programját is elfogadták. Három mezőgazdasági pályázat kiírásának jogalapját is megteremtették a tanács ülésén. Az érintettek kamattámogatás finanszírozására, a talaj termékenységének ellenőrzésére és falusi rendezvények megszervezésére pályázhatnak. A város által alapított alapok és alapítványok 2021-es évi beszámolói, valamint idei tervei is napirenden szerepeltek. Többek között az Expecto Mentál Higiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó múltévi működési tervének megvalósulásáról szóló beszámolóját, valamint az alapítvány idei működési tervét is napirendre tűzték. Szabadka város költségvetés felügyeleti szolgálatának a múltévi munkájáról szóló beszámolóját is elfogadták a testület tagjai. A közvállalatok felügyelő bizottságainak elnökei, elnökségi tagjainak kinevezéséről is döntöttek a Városháza dísztermében megtartott ülésen.